Április 30-ától rövid technikai szünet következik a Sátoraljaújhelyi jégcsarnok üzemeltetésében, de addig van még némi teendőjük a zempléni hiúzoknak. A gyerek és a felnőtt csapatok egyaránt nagy lelkesedéssel vetették bele magukat a bajnokságba, és a következő napokban dől el a helyezések sorsa. A 8-10-12 év alatti gyerekek bajnokságában még nincs eredményszámítás, azonban ezt az új helyi csapat tagjai mégis folyamatosan számon tartják. Itt kimondva kimondatlanul az a lényeg, hogy jól érezzék magukat, nincs eredménykényszer pont ebből az okból kifolyólag, hogy nincs eredményszámolás, úgyhogy itt eredményekről, helyezésekről nem beszélhetünk. Amiről beszélhetünk, és ami lényeges, hogy azt, amit az edzéseken megtanultak a gyerekek, azt meg tudták-e mutatni a szüleiknek és maguknak. A zempléni hiúzok U14-es csapata vasárnap lép utoljára pályára az Óbuda csapata ellen. Problémák voltak a 14-es korosztályban, de nagyon jó kis csapat kovácsolódott, és így a szezon végére gyakorlatilag elfelejtették azt a szót, hogy vereség, úgyhogy nagyon büszke vagyok erre a csapatra, mert kitűnő eredményt értek el 23-24-es szezonban. A felnőtt bajnokságban a zempléni hiúzok OB3-as csapata most hétvégén hazai pályán zárja az évadot, a Kárpáti Farkasok csapatával játszanak. A mérkőzésen az 5. és 6. hely sorsa dől el. Az OB4D-s a semmilyen jégkorongos múlttal nem rendelkező jégkorongosokból álló Sátoraljaújhelyi csapat pedig a bajnokságában az első helyet játszik az óbudaiakkal. Ezt a döntőt, ezt a Magyar Országos Jégkorong Szövetség szervezi. Az Óbudával csapunk össze, akiket már kétszer megvertünk ebbe a szezonban. Mind a kettő nagyon szoros volt, tehát ebből nagyon készülnek a fiúk, és fogadkoznak, hogy megnyerik a bajnokságot, harmadszor is legyőzik ezt a csapatot. Bízom benne, hogy így lesz, de az ezüst érem is szépen csillog. Április 30-án gálával ér véget a jeges évad Sátoraljaújhelyen. Május első napjától száraz edzéseket tartanak majd az edzők a gyerekeknek a tanítási év végéig, a nyár közepétől pedig újra jégen gyakorolhatnak a jeges sportokat űző fiatalok és felnőttek a jégcsarnokban.